Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió rendelő című egészségügyi műsorát látják, amelynek központi témája ezúttal a cukorbetegség lesz. Mégpedig annak apropóján, hogy a Nemzetközi Diabétesz Társaság tagszervezetei a világ több mint 130 országában minden év november 14-én ünneplik a Nemzetközi Diabétesz Világnapot. Ugyanis ezen a napon született Frederick Banting, akinek nevéhez fűződik az inzulin 1921-es felfedezése. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a fenyegető népegészségügyi problémára, segítse a betegség megelőzését, valamint támogassa a diabétesszel élők és hozzátartozóik edukációját. A Zentai Cukorbetegek Egyesülete idén is nagyszabású egészségügyi akcióval hívta fel a lakosság figyelmét a megelőzés fontosságára. A Zentai Művelődési Ház kiállítási termében megtartott akció keretében a szakemberek a vércukorszint és a vérnyomásmérés mellett hasznos tanácsokkal is igyekeztek ellátni a jelenlévőket, felhívva a figyelmüket a betegség megelőzésének lehetőségeire is. A rendezvény látogatói között olyanok is voltak, akik már jó ideje küzdenek a betegséggel. Én cukorbeteg vagyok, hát nyáron vettem észre, sajnos egész nyáron. Nem vigyáztam, nem is gondoltam volna, hogy én is az leszek, de hát sajnos, hogy na, elég ideg alapon, elég nem jó volt a körülmények, ahogy éltem, és akkor észrevettem, a nyáron voltam ilyen, mert pajzsmirigyes is vagyok, és akkor volt ilyen szűrésem, és akkor vettem észre, és akkor rögtön bejelentkeztem ide a Cukorbeteg Egyesületbe, és akkor most már én meg hát sok tanácsot is kaptam, úgyhogy most már úgy élek, úgy étkezek is, meg úgy is, de még gyógyszert hál' Istennek nem kell szednem, úgyhogy de elővigyázatos vagyok, úgyhogy szeretném, hogy nem lenne annyira följebb a cukrom, mint ahogy na, van egy barátném, annak elég jó fönt van, 10 fölül is, és én látom, hogy ő nem is vigyáz magára. 6 éve cukorbeteg vagyok, úgyhogy kezdem betartani, nehéz, de betartom még, hát most ide még a rendezvényre, oda még. Én szeretek szórakozni is, ezt hallani, azt hallani. Hát nagyon nehéz betartani, mert tényleg, de az ember dolgozott eddig az életében, azt most nem éhet azt, amit szabad, amit köl, vagy akar, néha meglopom egy kicsit, ugye? De mérsékeltem, de hát így is 9-10 a cukor, de hát jó érzem magam, nincs semmi bajom. A szakemberek tapasztalatai szerint a lakosság túlnyomó része csak akkor ismeri fel a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságát, amikor már diagnosztizálták nála a betegséget. A tapasztalat azt mutatja, hogy egy általában sajnos csak azok jönnek, akik már terápia alatt vannak és kapják a gyógyszert, aki rendszeresen szedi, azoknak ugye jó az értéke, de mindig van néhány beteg szerintem, mert ugye betegnek mondhatjuk őket, akik nem is szedik rendszeresen a gyógyszert, és igenis magasak az értékek, és általában mindig fogunk úgymond olyan pácienseket, akik nem is tudnak róla, hogy magas a vércukorszintjük, illetve a vérnyomásuk. Még a magas vérnyomást azt ugye megérzik, ott lehetnek tünetek, de sokszor a magas vércukorszintet nem is tudják, tehát észre se veszik, hogy magas a vércukorszintjük, és nem is foglalkoznak vele ez ebből kifolyólag. A Zentai Cukorbetegek Egyesületének jelenleg több mint 100 regisztrált tagja van, akiknek rendszeresen szerveznek különféle ismeretterjesztő előadásokat, szórakoztató összejöveteleket és egyéb programokat is. Nagyon szeretnék, hogyha minél többen jönnének, hogy segítsünk nekik, mert nagyon sok kedvezmény van a regisztrált cukorbetegeknek, így a tesztcsíkok sokkal olcsóbbak, akiknek ugye nem jár receptre, hanem meg kell privátilag venni. És hát minden hónapban van egy vagy két orvosi előadás is, és szaktanácsadás, ahol próbáljuk őket elirányítani a cukorbetegségnek a szövődményeivel kapcsolatban, és ettől az évtől hangsúlyt fektetünk a cukorbetegek családtagjainak is a továbbképzésére, úgymond, hogy kicsikét elmagyarázni nekik, hogy mire figyeljenek otthon a fekvő betegekre, ha kell, akkor kimegyünk, meglátogatjuk őket, segítünk nekik elrendezni a dolgokat, akár az orvoshoz, mivel hogy köztudott, hogy nagyon nehezen tudnak bejutni, akkor egy kis segítséggel előbb hozzá tudjanak jutni az orvosi kezelésekhez. És hát amiben tudunk, bármibe szívesen segítünk.
Az Egyesület hétfőnként, szerdánként és péntekenként 9 és 12 óra között mindenkit szeretettel vár a Főutca 15-ös szám alatt található irodájában, ahol ingyenes vércukorszintmérést és tanácsadást is biztosít az érdeklődők számára. A témánk tehát a cukorbetegség. A stúdióban köszöntöm dr. Kollárs Bélát, az Endai Egészségház orvosát. Jó napot kívánok! Jó napot! Cukorbetegekről, hogyha beszélünk, akkor különítsük el az egyes és a kettes típusú megbetegedést. Cukorbeteg, hát a végül is valójában két teljesen külön dologról van szó. Ugye a közös annyi, hogy mind a kettő betegségnél magas a cukorszint, de végül is a két külön betegségről van szó. Az egyes típusú, ugye, ami általában fiatalabb gyermek vagy fiatalkorban kezdődik, az végül is ott a hasnyálmirigy nem működik, vagy nem gyárt elég inzulint. A kettes típusúnál ugye a lényeg az, hogy végül is a sejtek lesznek immunak, vagy sejtek lesznek rezisztensek ugye az inzulinra, és az inzulin még az elején elegendő, de a sejtek egyszerűen nem, sejtekre nem hat, és akkor a sejtek végül is nem tudják felvenni a cukrot. Gyakorlatilag nincs elég inzulin, van, de nem elegendő, és gyakorlatilag inzulin még az elején van, csak egyszerűen nem hat, ugye a sejtek nem veszik fel, és egyszerűen nem tud hatni. Idővel utána már űrül, ugye, mikor már egyre többet és többet kell a hasnyálmirigynek gyártani, akkor egyszerűen csak pontosan így kimerül, és akkor egyszerűen már vége felé, akkor már nincs. Ilyen nagyon komoly. Sokan nem tudják magukról, hogy cukorbetegek, talán a betegeknek a fele. Így van, elég ijesztő a statisztika. Azt olvastam most utoljára, hogy a Vajdaságban 270 ezer cukorbeteg van, és talán még ennyi, aki nem is tud róla. Úgyhogy kicsit úgy utána számoltam, hogy a 2 millió lakosan a Vajdaságnak, akkor szinte 13%-a, ugye, aki regisztrált, és még legalább ennyi, aki nem tud róla, ugye. Ez ami nagyon magas. Hát ez nagyon magas. Azt mondják, hogy a szerbiai átlag az olyan 10% körül van. És e fölött van a vajdasági, akkor gyakorlatilag. E fölött van most, hogy ez lehet, hogy ott egy kicsit az is közrejátszik, hogy kicsit ugye fejlettebb a régió, és akkor többet ismerünk föl. Most ezt nem tudom, de mindenképpen Vajdaság az egyik talán a világon az egyik legveszélyesebb helyet, ugye? Akkor születni. Beszéljünk a tünetekről éppen azért, mert hogyha ilyen sokan nem tudják magukról, hogy betegek, akkor mire kell, hogy figyeljenek? Ugye azt, amit mondtunk, ezt az óriási számot, ennek a 90%-a a kettes típusú cukorbetegség. Talán az egyik legfontosabb a genetika, az öröklődés, ami ugye a kettes típusonál kifejezettebb, mint az egyesnél, ezt sokan más fordítva gondolnák, de igen, végül is a kettesnél a genetika fontosabb, úgyhogy hogyha tudjuk, hogy esetleg a családban a szülőknek, nagyszülőknek, testvérnek, ha volt cukorbetegsége, akkor jobban oda kell figyelnünk. Ez az egyik, a másik legfontosabb meg a túlsúly. A túlsúly az nagyon, nagyon fontos. Úgyhogy aki túlsúlyos, akkor annak jó lenne ellenőrizgetni, mert végül is a cukorbetegségnek az elején, ugye az első 5-10-15 évben sajnos nincsenek tünetei, ez is rossz, ez is hívják, hogy a csendes gyilkosnak, mert ugye, hogyha fájna, akkor biztos mindenki előbb, mindahogy az ilyen csontfájásokkal, meg izomfájásokkal mindjárt megjelennek a betegek a rendelőben. Sajnos a cukorbetegséggel csak már egész későn, amikor már nagy a baj. Akkor gyakorlatilag a testtömegéhez képest kevés az inzulin. Így van, így is lehetne mondani pontosan. És mozgásszegény életmód. Az is. Persze ez most ugye a túlsúlynak mondjuk rá. Ugye belejárója. Belejárója, így van. De igen, az is persze. Tehát ezek az okok, de a tünetek? Tünetek, mondom, sajnos nem nagyon vannak. Tehát amikor már megjelennek? Hát ritkán, mondjuk így a gyakorlatban ritkán van olyan, hogy valaki esetleg, mikor már tényleg nagyon magas a cukor, akkor vannak ilyen, hogy a látással vannak gondok, vagy a szomjúság, gyakori vizelés. Na mondjuk rá, igen, ez megint csak inkább az egyes típusúra jellemző, ugye, amikor nagyon magas a cukor, és akkor
ugye a szomjúság, a sok folyadékfogyasztás, néha 6-7-8 litert is megiszik az ember. Ezzel akkor természetesen együtt jár a gyakori vizelés? Ha jól tudom, akkor inkább az az eleje, ugye, mert hogy mikor a cukorszint elér egy megfelelő nivót, akkor ugye már a szervezet nem tartja bent azt a sok cukrot, hanem kiválasztódik ugye a vizeleten, és akkor ez az oszmózissal ugye ez a cukor húzza maga után a szervezetből a vizet is, és akkor a sejtekből ugye a víz akkor megint csak kijön, és akkor igazából dehidrálódik a szervezet, és akkor azért van ez a rengeteg vizelés, és akkor ezt pótoljuk végül is a folyadékbevitellel. És a gyakori esetleg a fertőzések, húgyúti fertőzések. Így van, ez is pontosan azért, mert már megjelenik a vizeletben, megjelenik ugye a cukor, és akkor ez egy tökéletes étel a baktériumoknak, és akkor ők ott szaporodnak, esetleg akkor ilyen panaszok is léteznek. És akkor a veszélyeztetett kategória, azon kívül, hogyha a túlsúlyosságról beszélünk, kiknek kell mi különösen figyelni? Hát én mondjuk ezt a kettőt hangsúlyoznám, ugye hogyha tudjuk, hogyha van rokonság, van cukorbetegség, meg a túlsúlyt. Ez az, nők esetében esetleg a menopauza ideje, vagy hormonális van, szinten? Sőt, meg ugye egy harmadik típusú cukorbetegség az is létezik, ugye az állapotosságban megjelenő cukorbetegség, úgyhogy akkor az állapotosság alatt is jól lenne ellenőrizni, ami általában utána el is múlik, de azok a személyek is akkor a nők ugye veszélyeztetek később az életük során, hogy megint csak. És a nőket, férfiakat egyaránt érinti? Egyaránt, pontosan. Milyen értékek között mozog a vércukorszint, amikor cukorbetegségről beszélünk? Hát ideális lenne, ugye normális lenne 6,1 millimol per liter alatt, az lenne a tökéletes. Éggyomorra, pontosan. Az 6,1 és 7 között az már ugye gyanús, vagy az már egy előcukor, mondjuk így, és akkor 7 fölött lenne az a éggyomorra, ugye az, ami már cukorbetegségnek számít. Amit még mérni szoktunk, ugye, ami releváns, az a 2 órával levés utáni cukorszint. Ott 7,8 alatt kéne, hogy legyen, 7,8 és 11 között az a kezdődő. 11 fölött már cukorbetegségről beszélünk. Még egy paraméter az a 3 havi cukor. Ott 6,5 alatt kéne, hogy legyen a 3 havi cukor, 6,5 fölött az már valószínűleg. És egyébként, akik nem cukorbetegek, de túlsúlyosak, és a családban volt számukra, milyen gyakorisággal kell ellenőrizni? Fél évente, évente? Most utoljára, amit most ugye kicsit készültem a műsorra, és beleolvastam, hogy 45 éven fölött már jó lenne szinte mindenkinek néha-néha évente mondjuk cukrot mérni. Ugye, hogy tudjuk, hogy a családban volt, akkor valószínűleg, hogy sőt, most már ez a kettes típusú cukorbetegség már a 30-40 éves koros személyeknél is jelentkezik, sőt, egyre több. Úgyhogy nem ártana 30 év fölött szerintem az a kis szúrás évente, ugye nem ilyen patikákban esetleg, vagy vérvény. És azok, akik kettes típusú cukorbetegek, azok életmódváltása a gyógyszerrel, illetve későbbiek folyamán akár inzulinnal kell, hogy... Így van, így van. Nagyon fontos az életmód. Vagy igazából én úgy vettem észre, hogy nagyon fontos lenne már csak az, hogy a beteg elfogadja, hogy ez tényleg létezik, és hogy tényleg van egy betegsége. Elfogadják? Mit tapasztal hát gyakorlatban? Hát nem. Nekem úgy tűnik, hogy nem. Lehet, hogy még fiatal vagyok, és akkor nem nagyon hallgatnak rám a betegek, vagy nem tudom. Bogarason és Felsőhegyen praktizál. Sok cukorbeteg van? Sok cukorbeteg. Tényleg sok cukorbeteg van, és rengeteg betegség van, ami ugye a szövődménye az alapban, a háttérben a cukorban, és akkor annak még rengeteg. És van az, hogy a szövődménnyel fordulnak önhöz, és abból derül persze, ki, hogy cukorbeteg, persze, ez a leggyakoribb? Hát mondjuk lehet, hogy nem a leggyakoribb, talán az, mikor szinte, vagyis nem szinte, hanem mindenkinek meg szoktuk mérni a cukrát, hogyha először látok egy beteget, akkor szinte mindenkinek megmérjük. Úgyhogy talán az a leggyakoribb, hogy egy rutin, vagy eljön egy hátfájással, és akkor egész véletlenül ugye
meg lesz mérve a cukra, és akkor úgy derül, általában úgy, az új cukorbeteg úgy derül neki. Vagy elmennek egy műtétre, és akkor előtte egy vérvétel, és akkor... És mi, térjünk vissza az eredeti kérdésre, tehát nem fogadják el? Mi a legnagyobb van, probléma? Szerintem ez a legnagyobb probléma, hogy ez biztos, hogy egy nagy sok betegeknek, vagy... Hogy mikor ezt ugye megtudják, és akkor vagy nem akarják elhinni. De mégis az lenne a legfontosabb, hogy azt sokszor azt mindig mondom is a betegeknek, hogy van ez a dolog, és hogy komolyan kell venni. Mert végülis, hogyha mi ezt komolyan vesszük, és tényleg változtatunk az életmódunkon, az szerintem legalább a felét meg lehetne valoldani, hogy mozgás. Na jó, mondjuk a falun ott megvan a mozgás, ott tényleg ugye földművesek általában. Hát meg mondjuk, hogyha idősebb korosztályba derül ki, és hogyha nem idősebb korban, és hogyha nem egy mozgásgazdag életvitellel élte a korábbi éveit, akkor lehet, hogy meglehetősen nehéz később ilyen formában az változtatni. Igen, biztos. Az idősebb az egy kicsit más, igen. Meg ott már egy kis nehezebb is a mozgás, ugye az ilyen csontfájások, meg stb. Az étrenden esetleg ugye nagyon fontos ugye szakemberrel való együttműködést, kikérni a véleményt, hogy hogyan, mint táplálkozni a folytatásban. Az is persze, nagyon, nagyon fontos lenne, nagyon fontos van is ugye az Entői Egészségházban a dietetikusokhoz. Azt még úgy elfogadják oda, még úgy elmennek, hogy most betartják-e, az nem vagyok biztos. Nagyon fontos lenne ugye lefogyni és egy ilyen elfogadható, ugye egy ilyen body mass indexet, ahogy hívni szoktuk, ugye azt, amivel mérjük a testtömegindexet, igen. Pontosan. Legalább megközelíteni a normálisat, avval szinte fele a cukorbetegségnek megoldódna legalábbis egy pár évre. De hát ugye egyszerűbb. És a gyógyszeres kezelés az mikortól? Hát ezt én úgy végül is megint csak ugye a mindennapi életben ugye fölmérem, hogy mennyire reagál, vagy mennyire működnek közre a betegek, vagy általában nem sikerül sajnos ugye ez az életmód megváltozni. Sokkal egyszerűbb bevenni egy tablettát, mint ugye változtatni az életmódon. Uh-huh. És amikor már ugye megvan a diagnózis, hogy cukorbeteg, akkor nagyon fontos nem csak a diagnosztika szempontjából, hanem a későbbiekben, hogy a mindennapi életük része legyen onnantól kezdve a vércukorszintmérés. Így van. Ugye akkor végül is igen. Akkor hogy, ugye mondtuk, hogy az a legfontosabb lenne, ugye, hogy kicsit odafigyelni mindenre, az étkezésre és a mozgásra és stb. Cigarettára is nagyon jó lenne, hogyha... Alkohol. Alkohol mondjuk rá, az is fontos, az mondjuk alacsony cukrot is tud csinálni az alkohol, főleg az inzulinos betegeknél bemehetnek egy ilyen... Említette az alacsony, ugye mindig a vércukor szintnél arról beszélünk, hogy magas a cukor, de legalább ilyen veszélyes, hogyha alacsonya. Igen, az már szinte egy sürgős esetnek számít, azt még ugye a mentős orvosok is azt ismerik a legjobban. Igen, ez van. Az inzulinos betegeknél talán gyakoribb, de megtörténik a tablettásoknál is, ami utána akkor már még nagyobb baj, mert mire a tabletta hatása kimosódik, azt általában akkor, hogyha tényleg rosszul van a beteg, hogyha elájul, akkor azt általában a kórházba szokták kezelni, mert hogy ugye mi visszahozhatjuk a cukrot egy injekcióval, ugye felemelhetjük, de nincs kizárva, hogy fél óra után az a gyógyszer még mindig hat, és akkor megint csak beleesik egy ilyen hipoglikémiás állapotba, és akkor az halálos is lehet. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. A szakemberek nem győzik hangsúlyozni a rendszeres testmozgás és az egészséges életmód szerepének fontosságát az egészség megőrzésében és a betegségek megelőzésében. Egyebek mellett erre szerették volna felhívni a figyelmet annak a Zentán nemrég megtartott sportnapnak a szervező is, amelynek vendége a népszerű aerobik oktató és életmód tanácsadó Katus Attila volt. Mindenki számára könnyen követhető, mégis igen keménynek tekinthető mozgásformákkal készült az Entai Sportnapra a többszörös világbajnok aerobik versenyző Katus Attila, akinek Best Buddy aerobik óráját nagyon élvezték a résztvevők. Szerintem fantasztikus dolog a mozgás, én hetente többször is sportolok, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez az életnek az értelme, tehát ezért van az embereknek energiája, hogyha sportolnak,
sokkal több, mint aki otthon ül és nem csinál semmit. Úgyhogy, mert igazából ebből lehet merítkezni, ebből lehet pozitív élményekhez jutni, amikor ilyen közösségben együttes erővel véghez viszi az ember ezt a fantasztikus programot. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki ilyen pozitív élményekkel távozik a mai este. Szerintem egy csodálatos nap volt a mai, mivel Katus Attilával kezdtünk, aki ugye az aerobik edzésekbe vezetett be bennünket, és nagyon nagy öröm volt látni, hogy egészen a piciktől a középkorosztályig, egész az idősebbekig ugye megfordultak itt, és nagyon lelkesen, szeretetteljesen csinálták, valamint azt nagyon nagy előnek tartom, hogy az egészséges életmódot bemutatja. A mozgásformák mellett, ugye, mint az aerobik, kengó, zumba, hogy hogyan egészítsük ki a mindennapi táplálkozásunkat. A résztvevők tapasztalatai szerint a rendszeres testmozgásnak számos jótékony hatása van szervezetünkre. A mozgásszegény életmód, az ülőmunkák megsokasodása, ez mind-mind kihat az emberek egészségére, és úgy gondolom, hogy ezek a rendezvények népszerűsítik a mozgás fontosságát, úgy a gyerekek, mint a felnőttek körében, és nagyon fontos, hogy beépítsük a mindennapjainkba, fontos, hogy az életünk részévé váljon, és fontos, hogy időt szenteljünk rá, hiszen ez az a tevékenység, ami utána a jókedvünket, az egészségünket, a közérzetünket mind-mind jobbá teszi, javítja, és ezáltal mi is boldogabbak leszünk. Nem vágsz bele, és kivársz, addig nem fogsz rájönni. A népszerű életmód tanácsadó az egészséges életmód fontosságára is igyekezett felhívni az egybegyűltek figyelmét. Én azt gondolom, hogy a mai világban egyre nagyobb hangsúlyt kap az egészség, az egészséges életmód, egyre többet tud a tudomány arról, hogy mit lehetne és mit kellene csinálni. Én azt mondom, hogy az emberi test az egy csoda, az emberi test öngyógyító. Ha megadjuk azokat az ingereket számára, ami számára szükséges, akkor az a szervezet jól fog minket szolgálni. Én nagyon fontosnak tartom, hogy legyen egészségünk és energiánk, mert az kell ahhoz, hogy mi tudjunk adni a környezetünknek a munkaerőt, tudjuk adni a szeretetünket, tudjuk adni a törődésünket és sok minden magunkból. Ehhez szükség van az egészséges életmódra. Nem feltétlenül abba kell gondolkozni, hogy az egészséges életmód az egy sanyargató dolog. Nem. Az, hogy azt mondom, hogy minden étkezés alkalommal adjunk zöldséget vagy gyümölcsöt, az nem sanyargatás. Szerintem az finom dolog, talán úgy van elkészítve. Hogy aludjunk egy picikét többet, ez nem sanyargatás. Szerintem szeretünk aludni, felébredni nem szeretünk néha, mert még maradnánk az ágyban. Tehát a lényeg, hogy a testmozgás is, lehet, hogy nehéz nekiállni, de testmozgás után szomorú emberrel nem nagyon szoktam találkozni. Szóval az egészséges életmód az egy örömteli dolog. Mindenki szereti, ha van energiája, senki nem szeret fáradtnak lenni, szerintem. Betegnek senki nem szeret lenni. Úgyhogy igazából az egészséges életmódot próbálom népszerűsíteni, és átadni azt, amit én magam is érzek a hétköznapokban. 43 éves vagyok, ez az én naptári életkorom, a biológiai az meg lehet csak 31-2. És vannak olyan emberek, akik 43 évesek, de 50 évnél idősebb a testük, tehát szerintem így jobb élni, mosolygósan, energiadúsan. A sportnapon a résztvevők megismerkedhettek a Katus Body és a Katus Food termékekkel, valamint több különböző mozgásformát is kipróbálhattak. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. 2 hét múlva várom Önöket ismét ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!